Jó estét kívánok! Ez itt a Háttérkép, Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Jó estét, Jó estét az uraknak! Sziasztok. Az elmúlt héten azzal töltöttük az időt, hogy adtunk, próbáltunk adni egy európai körképet, egy helyzetjelentést, és azt ígértük, hogy ezen a héten, lévén utolsó adásválasztás előtt egy magyarországi körképet próbálunk megkészíteni mégpedig egészen, hát ha nem is a rendszerváltás pillanatától, bár szerintem azt se fogjuk tudni kihagyni, az első kormány mozgásterét, de 94-től mindenképpen. Legyen is akkor a kiinduló pontunk. 1994, ugye emlékezetes választás, alacsony részvétel mellett kétharmados MSP SDS többség, az msp nek magába is meg lett volna, de valamilyen rejtélyes oknál fogva, hol Gyula szükségét érezte, hogy bevegye az szdsz t nem az, az Bevegye az a kormányba, <tươi> tehát megérkezett ugye az önmagát, ha még emlékszünk erre, az önmagát kamikáze kormánynak apostrofáló Antal majd boros kormányok után az első ciklus után megérkezik a magát a szakértelem kormányának nevező. Emlékszünk, hogy Gyula még a szemüveget is feltette a plakáton. Ez egy szakértelemhez. szakértelem, ez. Együtt le gyorsan. <laughs> ugye, ugye Maoék és Polpoték a szemüvegeseket írtották ki először, mert Lévi biztos azok az értelmiségek. Gyula bácsi is ezt olvasta annak idején. Szóval jött a szakértő kormány, Kétharmados felhatalmazással, olyan szakértőkkel a háttérben, mint Békesi, Bokros, Surányi, stb. stb. És akkor nézek a tanult kollégákra. Kérlek benneteket, hogy akkor innen elkezdve, de még egyszer mondom, bátran visszanyúlva akár az első kormányhoz is, induljunk el innen az alapoktól, hogy az első kétharmados felhatalmazással bíró szocialista, szabaddemokrata kormány. Mit végzett a magyar gazdaságban? Én azért bátorkodom nem több, mint egy perccel elég a teljes magyar baloldali történetet is visszaidézni, mert fontos. Az én szemléletemben ezzel lehet persze vitatkozni, hogy ez így van, vagy nem. Baloldalról Magyarországon úgy nagyjából a kiegyezés után idők től lehet beszélni. Na most, és szemléletét tekintve ez a baloldal lényegében ugyanaz végestelen végig, megnyilvánulási formái eltérhetnek, néha inkább bal liberálisnak tünteti föl magát, néha szélsőségesen bolseviknek, de a gyökér ugyanaz, az ágak esetleg szétágaznak. Nemzetinek soha semmikor. A nemzetinek az égvilágon soha. Ez egyébként most a, cinikus kiszóláson túl ne feled szabad Imre, bocs, de azért, azért, fontos megjegyezni, mert az egész egykori szovjet birodalomban, azt kell, állom. azt kell mondjam, rajtunk kívül minden kommunista, nacionalista, kommunistaként definiálta önmagát, és így is tevékenykedett. Magyarán, Boldogan elénekelték egy évben háromszor az internacionálét, de aztán hazamentek, és Ceausescu-tól Gustav Huszákon át Erik Honeckerig mindenki nacionalistaként működött. Kivéve Ez a miénk, mi? mi és ha azt a most már 150 éves, körülbelül 150 éves vonulatot megnézzük, mindig olyan ügyekben mesterkedtek, ami a magyarság lejtmenetét garantálja. Ugye a polgári radikálisok, most ne részletezzük szintén, a velük összeült, épült szabadköves mozgalmak, szintén ne részletezzük, aki akar utána nézik, utána néztek már is. Végül is rácsúsztatták Magyarországot arra, hogy a történelmi Magyarország, amit kinkeservel visszaszereztünk a kiegyezés kapcsán, mert Erdély hogy mondjam, institucionálisan, intézményleg akkor került vissza újra Magyarország a Habsburg birodalmon belül, külön igazgatták, ugye az akkori Erdély kancellária, ma a Magyar Nagykövetség épülete. Tehát azt azért igyekeztek gyorsan elveszejteni. Ez siker koronázta. Majd, hát az első világháború után, ugye Horti Miklós próbált ezen a dolgon sorsfordító és sikerrel járt sorfordító dolgokat végrehajtani, majd jöttek rákosék, és akkor ide jutottunk, mondtam, hogy nem sok időt pazarlok erre, nem mintha nem lenne értelme, a 94-es vitéségre oh, ahol nem, hogy kétharmaduk lett ember, 72 százalékok, emlékezzük, elsöpörte a szavazó, a választó, tudnék, az elképzelései egy rendszerváltásról, valamint a 90-94 között lefolyt gyakorlat, hát enyhén szólva nagyon kontrasztos volt. Nem azt mondom, hogy nem volt abban valami biztos volt, hogy kamikáze kormány, persze, hogy az, de ugyanakkor viszont voltak ebbe más elemek is. Például megrögöntött pénzügyesként én pontosan tudom, meg láttam ott, hogy akkoriban ezek a csokornyakkendős ficsúrok, most nem csak az sds ből tegyük hozzá, hát általában Palmerné szoktak reggelizni naponta. Az ország ügyeit ott beszélték meg, nagy vígan arról beszélgettek, hogy a legjobb lenne az adósságot beburítani, és akkor csodálatosan a 10 er összeszedett adósságért meg lehetne az egész magyar gazdaságot összvisz 100-150 millió dollár venni. Na ez elbukott, mert valahogy Antal Józsefhez is sikerült elszivárogtatni olyan információkat, hogy ez azért mégse lenne olyan nyerő. Na és akkor ugye, rásiklottunk a 94-es választásra, és erre a meglepő eredmény, de egy szó arra, hogy az SZDSZ még kellett bevenni. Azért, mert az SZDSZ, amikor nem volt benne, akkor is bent volt. Hát gyakorlatilag a paktum lényegében fontos elemeibe erről szólt, mert sikerült, hát a Lacival ezzel nem vagyunk teljesen egy vélemény, egy kicsit túliesztegetni az akkori kormányt, nyilván volt alapja is az ijesztegetésnek, és aztán utána olyan húzásokat, hogy például, más nem mondjak, a pénzügyi csúcsvezetőket nem, tá nem hogy nem ugye eltávolították volna a pályáról, hanem kifejezetten mindegy a rendszerváltás után is kifejezetten csodálatos állásokba került, akik az eladósodásban leginkább tevékenyek voltak azt megelőzően. Tehát ez úgy tűnik egyfajta követelmény, kérés, vagy úgy tetszik, parancs volt az MDF kormány irányába. De és akkor kilenc fő-ben rásiklottak arra a dologra, ami nekik most már felhatalmazást adott emberek. Azért, ne mentesítsük a drága népünket, felhatalmazást adtak, hogy az SZDSZ, aki eddig háttérből manipulálta a dolgokat, most előtérbe tudjon kerülni, és talán egy pici ötszörű kivételével az ő, ő, hogy mondjam, modelljük érvényesült. Békesi, és akkor adom is tovább, mert nyilván sokat lehet. Békesi most... körbe pénzügyminiszterként a félvilágot, hogy az országra rossz képet csúnyát fessen, mikor 94-re már kérem a gazdasági növekedésbe kezdett, érezhető közel 3 növekedésbe, hosszú visszaesés után. Elmegy, és nem azt mondja, hogy gyerekek, most már kezdünk talprálni, hanem azt, hogy állati rossz a helyzet. Ugye? Na és akkor én itt ebben befejezném, passzolom a Lacinak, mert ő is bizonyos Jönnek a... esközeli élményeket Jönnek a részletek, egy mondat, ugye arról az SDS-ről beszélünk, amely a 90-es választás, választások kampányában, illetve azt megelőzően már alakulásától kezdve azt az imást építette fel, hogy a legkérlelhetetlenebb és legradikálisabban antikommunista politikai formáció meg is etetett, még engem is, meg sokunkat. Nagyon sok embert megetetett. Majd miután nem sikerült ezzel a stratégiával megnyernie az első választást, és ellenzékbe kényszerült, ezt követően nagyon hamar, már 91-től, aztán egy demokratikus kartán keresztül, ez ugyanaz az SZDSZ, amelyik a politikai és a leginkább a morális karanténból kiszedi az MSZNP utódpártját, az MSZP-t, és aztán onnantól kezdve Egészen addig, míg egyáltalán létezik, addig az MSP-vel közösen irányítja ezt az országot. Ennyit a radikális antikommunizmusról. Uram már sokszor említettük itt, hogy a Jakobinus, a meg a neoliberális globálnyik, ha a mai nevét akarjuk megadni, ezek csupán áruhák. Tehát ugyanannak a sok ezer éves kifosztó struktúrának a különböző áruhái. Tehát ilyen értelemben kétségtelen, ez be kell látni, gyermeteg volt azon másfél millió ember, mert körből listán ennyien szavaztak 90 ember az SDS-re. Tehát ez egy gyermeteg illúzió volt azt gondolni, hogy ez lehet másféleképpen, hiszen a 3000 éves sds hez képest az az SDS, ami bolsevikként uralkodott, mert ne legyen semmiféle. Csak rá kell nézni a, a Lenini meg Stálini, politikai bizottságok összetételére is, hát azonnal érzékeljük, hogy hát hogy is mondjam, csak so, sosem ment 70 alá a globális SDS képviselőinek a száma. Tehát ilyen, ilyen szempontból egyébként az az egész félre rendszer... De fogatot is meg. Na most att, arról nem is beszélve, amit Beria, ugye politically not correct idézni Beriát, amikor ide jött leváltani Rákosit, hogy mi volt a hivatkozási alapja annak, hogy miért kell Rákosinak távozni. Ebben az országban minden épelmű ember pontosan tudja, Pontosan tudja, hogy semmi értelme baloldalról és jobboldalról beszélni, majd mindjárt egy kis engedményt azért tennék ezzel kapcsolatban, egy bizonyos metszedben mégis van értelme, mert itt ezer éve, itt Magyarországon is, a nemzet és a mindenkori 3000 éves birodalom éppen aktuális megnyilvánulásaként létező birodalmat kiszolgáló erők között. Tehát a nemzeti és a kollaboráns erők között zajlik a küzdelem. Abban tökéletesen igazad van, hogy amióta egyáltalán politikai értelemben baloldal létezik, azóta a baloldal sokszor a nagyobb valószínűséggel szolgálta ki ezt a birodalmat, tehát ennyiben igazad van, igazatok van, de azért nincs sok, ezt is érintettük sokszor, azért nincs sok értelme baloldalról is jobb oldalról beszélni, mert nem ez a vízválasztó, hanem a nemzethez való viszony. Az egy más kérdés, hogy a birodalmi függés persze azoknak a dolgát is mindig megnehezítette, akik, akik nemzeti szempontból próbálták volna megközelíteni, tehát nyilván nem hibátlan az elmúlt, hát azért sűjthetett végig Magyarország, sajnos mondjuk Mohács, Trianon meg mindaz, az, ami rendszerváltásként legalábbis az első húsz évben végben ment, az pontosan erről szól. Azért süllyedhetett, mert mindig többségben voltak. És itt veszek egy mély lélegzetet, mert három nappal vagyunk a választások előtt, tehát többségben volt a politikai, a politikai uralmi struktúrában az SDS kollab, a globális, a ezer éves globális sds szel kollaboráló erők az uralmi struktúrán belül, és hát sajnos sok esetben, az elmúlt nyolc év az első üdítő kivétel, és reméljük folytatódik is ebben a mederben. A tisztelt választók között is többségben voltak azok a megvezetettek, akik úgy gondolták, hogy majd a globális birodalmat kiszolgáló erők fogják az ő helyzetét is megjavítani. Na most ennél sőt, ez körülbelül az, a, a hogy sertés elvtársak szavazatok a lére, Tehát ez nagyjából az a logika. Ez ezt... az, némileg csak a legutolsó megállapításoddal vitatkoznék ha tudtam volna, be is hoztam volna. Az a lényeg, hogy amikor 94-ben tényleg elsöprő fölénnyel, 72 kal ült be a parlamentbe az mszp -Sz koalíció, még akkor is ugyanannyian szavaztak a jobboldali formációkra, képzeld el. Csak annyi párt indult a jobboldal, és annyira szét volt forgácsolva. Igaz. Tehát nem volt nekik ilyen többségük, csak MDF, Kisgazdák, KDNP, Abubánat tudja, hogy hány helyre szavaztak szét, és ezért sikerült neki 72 százalék. Igen, de bejött. ezzel együtt a szétszavazás is, tehát, tehát igaz, igazad van, de... Számszakilag. Jó, igen, igen, de az, hogy szellemileg szétvert állapot, pontosan erről van szó. Tehát ez önmagába véve, tehát az, az, hogy akár többségben is van a nemzeti gondolkodás, de nem tud érvényesülni az adott konkrét helyzetben, ez akkor is a szellemi szétvertségre utal, hogyha egyébként akár biztató és, és reménykelté jelnek is tekinthetnénk azt, mert hogyha nem tudod, tehát ha nem tudod összpontosítani ezeket az erőket, akkor lehetsz folyamatosan történelmi, mint ahogy nem is lehet kétség. És ebben tökéletesen igazad van, nem is lehet kérdés szerencsére, azért van még Magyarország. Mert az elmúlt ezer évben összességében, és most is többségben vannak ezek a nemzeti erők, de hogy az adott történelmi pillanatban, amikor Hikródus hikszálta, itt kell, itt és most kell megmutatni, hogy ez valóban olyan masszív többség, amely képes is létrehozni annak a feltételeit, hogy az ország ebbe az irányba menjen, ez csak a szellemi össze, tehát az átgondolt és összehangolt szellemi energiák segíthetnek abban, erre, hogy ez végbe menjen. Erre tudom azt mondani, aztán visszatérünk mindjárt a konkrét ha majd az utókor, ha lesz még ilyen, hát azért lesz. lesz. Feljegyzi, feljegyzi ezt a kort, akkor teljesen személyes véleményem ez. Orbán Viktor legnagyobb történelmi érdeme szerintem pontosan az, hogy létre tudta hozni azt a két és fél kötőjel, 2,8 milliós, masszív és stabil bázist, ami a jelek szerint nem nagyon szedhető szét. Hát a. Ettől még, ez nem jelenti azt, hogy az ország remek. Lelki az és szellemi szóval, állapotban van tudják, sőt, hogy mit de hogy legalább ez lé... van. És nem, most nem azzal nézünk szembe, hogy 86 fele szavaz a jobb oldal, ez egy óriási eredmény. És halkan tegyük hozzá, hogy emögött a valóban hát megrendítően stabil uh, bázison belül, ma is többségben vannak, és nagy valószínűség még hosszú ideig többségben lesznek azok, akik nem feltétlenül nyertesei ezeknek a folyamatoknak. Persze. Tehát ez a legfájdalmasabb, így van, amivel szembe így kell van. nézni, hogy a nemzeti oldalnak nagyon hosszú időn keresztül kell az őt mindennen keresztül támogató Társadalmi bázisnak vagy bázis nagyobbik részének azt mondani, hogy hát, mélységesen elnézéseteket kérjük, de sajnos, ha egyszer 50 meg 100 éves mulasztásokat kell pótolnunk, akkor másfél perc alatt nagy valószínűséggel Bilásos. nem fogunk tudni minden problémát megoldani. No, térjünk vissza Igen. a kiinduló ponthoz, és azt nézzük meg most tényleg konkrétan. 94 és 98 között az elsőprő fölénnyel kormányzó szakértő baloldali liberális kormányzat mit tett a gazdaság, mi volt a kiinduló pont, mi volt a gazdaság filozófiai elképzelés, ha volt ilyen, és mit sikerült ebből megvalósítani? Honnan, hova jutott el ez az ország négy év alatt? Na akkor először is ugye feledés homályába vész az, hogy az SDS kezdeményezésébe alkotmányt is szerettek volna csinálni, emlékszünk? és a nemzeti érzés utolsó szikrái még az msp be meglendültek valamilyen módon, mert én láttam azt az alkotmánytervezetet annak idején, mint szakértő. Hát az tulajdonképpen a nemzetközi tőkének a képére lett volna írva, Surányi György csak koronát nem kapott volna benne, és sikerült megakadályozni. Vegyük le. Na most, ennek ellenére, ugye, a fő filozófiai irány, hogy kit szolgálunk mi ki? A nemzetet, vagy a nemzetközi tőkét. Ez hát egy ezen csak utóbbi. Csak egy fél mondat. Az imént azt mondtam, és tartom az állításomat, hogy mi voltunk a kuriózum 40 Igen, éven Igen. keresztül a szovjet blokkban, akiknek nem volt nacionalista kommunistája. De ha Valami mai, kevés volt. Ha a mai euh, Garnitúrát nézem, akkor bizony most töredelmesen sült kezünket tördelve valljuk be, hát ezekhez képest a Hornyulák, kis Péterek világa, az maga volt a hazafias kommunizmus. Hát ugye minden ezekhez relatív. Képest. Minden relatív de ezekhez képest. Tehát ugye posgai, meg Gyurcsányjal érkezett el a. Magyar Szocialista Pártba is az a, a, a tökéletes, a, a tökéletes. Az, ami már globálny... feltétel nélkül tökéletesen kiszolgálja a nemzetközi tőke, azaz az ő támogatóinak az érdekét. És ez is azonnal színre is gördült. Emlékszünk ugye arra, hogy Békesi befutotta a pályát, erre iszonyú mértékű forintromlás, és a kamatok 18, az infláció 10%-ot ment fölfel, 18-28%-ra, a kamatok megint az egekbe 25-30% között, Boklós nagy. 33 százalékos állampapírom is volt. Igen, Bogár Laci. Jó, de köszönöm, hogy nem felejtetted. azért lényeges, de. mert azért igen, gondold azért az nem rossz, hogy 33 százalékos, tehát igen, úgy, úgy mondjuk azért helyre állni az igen. egyensúly, ahogy ők nők nevezték, ami mögött értelemszerűen az húzódik meg, hogy ekkora kamatra azért igen. már a világ minden Itt tőle, lehet is jel. látni a táblát, hogy, hogy mi történt, ugye, Mennyi most az alapkamat? 0,9 százalék. Tehát gyakorlatilag ez az a pálya, <laughs> Csak hogy tudja e ami a 0. 33 százalékig e fölött van, gyerekek, nézők, az mind oda. Első mellett, menetben, ezt. tehát tökéletesen visszaállt az a pálya, ami a rendszerváltás előtt az eladósodás létrehozta. Akkor is finanszalapon adósítottak el bennünket. Kamathalmozódás, árfolyamveszteség visszaállt első menetben, Második menetben azonban azt mondták, hogy ami a magyar gazdaságban még piaci értéket képvisel, azt áron alul így odaadjuk, tehát emlékszünk arra, hogy karácsony előtt szépen begurították a teljes energetikai hálózat, szolgáltatók, cakli-pakli mindent, eladtak öt vagy hat nyugati cégnek, ráadásul állami tulajdonú cégek voltak. Úgy, úgy, hogy miközben eladták, profit garantálták profitot. a profitot. Lehet, még se lenne annyi profit, akkor az állam majd besegít. Na most egy, egy, egyetlen. A egyetlen a, gyakor, az az aprócska kérdés, hogy és akkor miért kellett átadni Eladni. egy másik államnak? Tehát ezt ja. inkább transzetatizálásnak ne, lehetne nevezni, mert az, hogy a francia vagy a német államnak. Tehát egyszerűen annyit. na most ez azért persze arra is felhívja a figyelmet, bocsika de ez arra is felhívja a figyelmet. Ugye Helmut Kolt illik retteretesen tisztelni. Azért tudnék én olyan részleteket, jó, aki ugye halottról csak jót vagy semmit, de azért én tudnék abból a, mert gyorsan lelapoztuk, én mellesleg államtitkárként, és mivel a miniszterem mindig külföldön volt, ezért a, a, kormányülések nagy részén részt vettem, tehát azért sok érdekes részletet tudnék arról mesélni, hogy miképpen is segített meg minket a nagy Németország, meg Németország vezetői, köztük a kancellárként működő Helmut Koltát. Szóval hagyjuk ezt. Mert maga a német állam is én jó, maga a német én. állam is jó, csak Persze, azért mondom, nem hogy mondom, meg, mert mert ugye óriási nimbusza van, rendben van, csak óriási nimbusza van itt ennek. Szó nincs róla. Cinikus gazemberek Merkelen voltak. Tehát a német állam vezetői akkor is ugyanúgy cinikus gazemberek voltak, mint ma. És ugyanúgy közre játszottak, részben, mint állam és kifosztottak minket. Ráadásul a német multinacionális cégeket is előzékenyen segítették abban, hogy ezeket a pozíciókat elérjék. Na ugye, ilyenkor hát akkor... érdekes, most egy dolgot vetnék közben. Igen. Akkor tessék mondani ki háborgot, hogy ingyen kapják meg külföldi befektetők a bankokat, hogy a surányi haverjaik haveri köre kapta meg, a hatalmas energiaszolgás, senki. Akkor nem volt az, hogy korrupció, meg ilyesmi. Érdekes módon sikerül ezt az érzést, hogy főkorbácsolni a hazaikba kezekbe kerül tulajdon, mint hogy a cseheknél ez történt. Ott nem háborogtak, mert azt mondták, ez teljesen rendben van. Itt meg érdekes módon akkor eszféletlen nagy bajok vannak. A külföldre kerül minden szinte ingyen, az állati rendben van. Pedig szerintem, jegyzem meg laikusként, az a momentum, amikor a teljes magyar energiaszektort, ahogy te is mondod. December előtt pár nap, karácsony előtt pár nap. Gyakorlatilag gombok ér. Eladták külföldre, és még azt is belevették a szerződésbe, ismételgessük hogy el felejtsük, hogy a magyar állam. állam miután eladja a saját tulajdonában lévő energetikai és közszolgál, közműszolgáltató cégeket, a magyar állam mellesleg garantálja a 8, a 8 százalékos profitot. A az, hogy magának a miért nem tudta garantálni a magyar a állam igen, ugyanezt, az, ami az lényegesen így. egyszerűbb, és a nemzet távú jövője szempontjából azért gyümölcsöző megoldás lett volna, más. ez födje homály, illetve nagyon nem kéne, hogy homály födje, de gyerekek azért legünk már üszinté. Szóval hol elmondani. volt, hol volt bármilyen számonkérés ezzel Kaci, kapcsolatban? Hol az, volt? Annyit szeretnék. Az el ez. elmúlt 30 most annyit már láson. Szeretnék ezt hozzátenni, hogy mély meggyőződésem, hogy ez az egy, ha csak ezt az egy kis aktust nézzük, 94 és 98 között, ez nem csak erkölcsi értelemben, de szerintem ez a törvénybetűje szerint is hazaárulás. Ez mély meggyőződés. Legalább két tucat büntető jogi perben perelhetné vissza legalább formálisan a Magyar Állam mindazt, ami akkor... Ehelyett hely, e most nekiálltunk helyesen visszavásárolni. Ökéletesen legalább a közpűcégeink egy rész. Csak hozzátesszük, manapság olyan világba érünk, hogy a hazaárulás nem bűn, hanem erény. Elény, hát persze. És, az, Endül, és már akkor is az volt. Hogy hát az most az a civil szervezeti ezt, hívták úgy, ligba ezt mi hívták folyik? Úgy, hogy privatizáció, Így és annál szebb és jobb dolog úgy, nincs a, föld. a Földön. Nincs azért annyit tegyünk hozzá, hogy precízen meg volt határozva, hogy kinek kell elárulni a hazát. Tehát azért az úgy, úgy, úgy definiálni volt. Hazát nem, nem, nem csak, csak úgy árulunk. Hát persze, azt előre tudni kell. Mert mondjuk ha ma az oroszokkal közpaksról, akkor az is hazaárulás. Tehát azért érzékeljük, érted? szerintük természetesen. Hát persze. Tehát az Ér... Na, hát ha a bankokat vesszük, az... veszük, mert ugye megint ki. Pedig paks a marad, és amit tudunk. mellesleg, igen. Csak úgy ugye eszükbe még. se volt az, hogy majd a bank kiviszik a tőzsdére, és aki többet fizetett, az is. Tehogy, ki voltak, aki Surányi irodájában összejött három-négy mameluk, megmondták, hogy kinek megy a hitelbank, kinek megy a KH, és itt tovább. Előtte bettetették az Antal kormány, illetve később már orna az ömepénzt ők rakták be a bankokba, ami hiányzott, be lett oda rakva, hát szépen ennyi. gondosan. Összefoglalásképpen. Az első ciklusukban, mikor visszajöttek négy évvel a rendszerváltás után, sosem fogom elfelejteni, Csermely kollega még Pesti hírlapban 94-es választások másnapján megírt vezércikkének utolsó mondatát, ami úgy szólt, hogy Magyarország önként megtért gazdái lábához. Ez volt az utolsó mondata, mondat 72%-os szoci lipsi parlamenti többség után, és ennek a többségnek a tudatában és ezzel a felhatalmazással tehát Négy év alatt produkáltak esetenként 33%-os kamatot, égbe menő inflációt, harmadára csökkenő GDP növekedést, irgalmatlan... Másfél millió munkanélküli. Ir, ezt akar, irgalmatlan a irgalmatlan munkanélküliséget. Ne felejtsük el a demográfiai folyamatokat is, mert az igazi brutális visszaesés az 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 akkor. a bokros a következett. De az egészség, tehát a népesség és egészségben, csak, a, csak ugye azokat sokkal nehezebb, de egyrészt hosszabb távon jelentkeznek, másrészt nehezebb adatokban kifejezni, de nagy valószínűséggel, még itt mondjuk tízezer milliárd forintokról volt szó, amelyeket most nagyon helyesen felsorol amit a nemzet fizikai testében és lelki, erkölcsi, szellemi állapotában pusztításként végbe ment, az legalább egy nagyságrendel durvább. Csak máig, és máig is ö, elszenvedjük annak a pusztító következményeit, amelyet akkor végbe ment. Az inkább 100 ezer milliárd forintokban mérhet. Béfejezve a tehát ezt produkálták a gazdasági téren úgy, hogy mindent eladtak a gombokért, a magyar állami vagyon gyakorlatilag lenullázták, Irány, irányítottan adták el egyébként Ajaj. más államoknak, leírhatatlanul, guztustalan és Magyarország számára, még egyszer mondom, nettó hazaárulással fölérő szerződésekben, és ezt követően 98 és 2002 között jött egy az első Fidesz kormány, és megpróbált rendet tenni. E, azt nézzük csak meg, anélkül, hogy végig mennénk rajta, mert aztán még szeretnék a gyurcsány-bajnai 8 meg, évről is. Meg mi lenne, ha? Látleletet adni, de azért röviden nézzük meg, hogy 98-ban, tehát egy ilyen országot vesz át az első Orbán kormány, amit az imént felsoroltunk. 2002-ben hogy adja át ezt az országot? Nézzünk meg néhány főbb mutatót. Infláció, GDP, államadóság, stb. Hát ugye az infláció is lement olyan 10% alá a 20%-okról, a gazdasági növekedés kifejezetten jó volt. Volt olyan negyedév, amikor 6 volt erre. 6 százalék felett volt. 6 felett. Volt olyan negyedév. És ami a legfontosabb, az adósságunk nem úgy 60 százalék, 54 százalékra lecsúszott, a 80 százalék körüli szintre. Tehát minden gyakorlatilag abba az irányba mutatott, hogy Magyarország végképp megkapaszkodott a parton, jön kifele, és, erre jön egy választás. És ne felejtsük el, miközben ezt produkálta az első Orbán kormány, most maradjunk csak a gazdaságnál. A választási kampány miről szólt? Korrupt a kormány, lopstop, egy Kunce Gábor nevű fehérje halmaz lopstop táblákkal sétálgatott szerte az országban, mert itt égig égik ugyan itt a korrupció. Arról, ugyan arról. Ugyanarról szólt minden. Sikerült fölhetszelni egy rakás, nyomorult szerencsétlen lumpenprolit, akik elmentek, és végül is paraszt hajszállal. Délután el hajtva. Paraszt a hajszállal. koporsóból kiugratott bolsik is szavaztak. Paraszt hajszállal. vagy Valami nevetséges 8, mértékben, de sikerült hát euh, megnyerniük az első fordulót. Teszem hozzá a második fordulót, megnyerte a Fidesz megvertük őket csak... a második fordulóban, csak nem volt koalíciós partner. Így van, az egy másik no. történet. 2002-től 2010-ig ismét megérkezte, volt 8 évük. Visszakapták tehát az országot az iménti általad mondott keretekkel. Hova jutott, juttatták el az újabb 8 éves? szakértői kormányzással. Megyesi, Gyurcsány, Bajnai. Nézzük akkor Most ezt. Először is ugye volt ez az úgynevezett jóléti rendszerváltásnak nevezett kabaré, ami semmi egyebet nem jelentett, mint az az 500 milliárd forint, amit a Fidesz behagyott a kasszába. Az gyorsan kiosztották. Azt mint a hülye. Összolgáltak Igen. az év végéig, az évbe kitartott. Vettek rajta nyalókát, meg lufit. Úgy van, ez, vettek nyalókát, lufit, és Suzukit vettek leasingre a tanárok. Remek! Utána az egészet rányomták az önkormányzatokra, azok meg vették fel a divizia hitelt, azt jól elsüllyedtek. Egyrészt. Másrészt, hát megint ugye a régi modell került előtérbe, megint a pénzügyi befektetőknek kellett a talpát nyalni, hát azok támogattak vissza, hát egyértelmű, nekik jár valami, hát ismét elindult ugyanaz, ami addig volt. Emlékszünk arra, hogy ócsították ezek a derék, bár ugye Megyesi meg a László Csaba pénzügy, ócsítgatták a forintot piszkosó. a forint meg erősödött vadul. Aztán addig, addig dumáltak, míg elhitte a piac is ezt a hülyeséget, és akkor utána, hát a Nemzeti Bank hatékony köt a mi az azért, ne hagyjuk ki a buliból, mert ugye említettük, hogy itt vannak ilyen keresztbe szerveződések. Nagy bölcsön megtolták az árfolyamságot, erre gyakorlatilag Menekült a az országba, és megint fölmászott az alapkamat 11,5%-ra, és az adóssághegy is így kezdődött el, mert nekik ez a 80% fölötti szint rendkívül szimpatikus volt. ugye? Tehát ezt elérték ezt megint. Szereti. Amikor aztán jött az öszödi... Mit is mond? Ezt akartam mondani. Ó, mit én most rösszödi rösszödi rösszödi. Nem is a klasszikus mondatokat szeretnénk elvezni, már hát lehet. Tudjuk, már mindenki tudja kívülről. az Elkúrtuk, nem? Kicsit, nagyon. Ezt köz... tudjuk. Ezt mondjuk azt, hogy elkúró műve. De ott elhangzott egy mondat, ami pont arról szól, amiről beszélünk. Ugye mit is mond ez a Na az ember azt mondja, hogy a pénzpiacok bősége és a pénzügyi trükkök, amiről nektek nem is kell. Házanyatokra tudnotok Akkor itt kéne behozni ugye a mindenféle brüsszeli pénzügyi biztosokat. Hát, almúniát... Ugye, kedves Laci, akik összejátszott a Almóniától kezdve, volt az előtte? a Búbánatig, egy, akik egy, egy, az, egy film. szemet hunytak film. Minden felett nem fenyegették Ezt azért az valóban szárut. mindig látni kell, hogy a birodalom részéről is van egy fogadó felület. Tehát hát azért vannak je? a hazaárulók, de a hazaárulók, ha nem volna vásárló oda át, szóval, tehát, tehát a probléma mindig Fidesz, az, hogy... Is pontosan, és a harmadik pedig a magyar nép, aki nem érti Sokat romlik a, a helyzet az ókor a... óta, mert ugye Xerxes is elfogadta a hazaárulást, tehát mikor Efiáltész Leonidas hátába vezeti őket a hegyen át a kecskeös vényen, és lemészárulják a 300 pártait, Kserkszész elfogadja a filt hazárulását és szolgálatait, utána viszont jutalmul elevenen megnyúzatja, és a neki szánt aranyat beletömi a lenyúzott bőrébe. Mert, a... mert hogy kér. Annyi aranyat kért. Almónia pénzügyi biztos, és az egész brüsszeli világ viszont nem Xerxészekből áll, de szívem. Hát, hát nem csak elfogadják a szolgálatokat, hanem rendesen meg is fizetik. Meg is jutalmazzák. Igen. Ezért, tehát, így, tehát akkor foglaljuk persze. össze, háromféle kockázat van. Első helyen azért magát a magyar népet említsük, tehát a magyar nép szellemi állapotától döntő mértékben függ, hogy mi történik. Az, hogy kellenek olyan, legalább az uralmi eliteken belül olyan kimagasló személyiségek, mint amilyen maga Orbán Viktor is, aki ezt felismeri, és képes, kivihető, tehát nem csak azt látja meg, hogy mi a kívánatos, ahogy ja, elmondta, hanem hogy mi a lehetséges, és minden létező energiáját összeszedve próbálja találékonyan létrehozni azt a, azt a sokszor nagyon hajszálvékony és kockázatos östvényt, azért tegyük hozzá, ott 2011-ben megtapasztaltuk, hogy mennyire kockázatos ezen a járni, és végül, végül, és ez azért döntő fontosságú, mert a következő néhány rendkívül kritikus év Európa sorsát döntheti el, é. hogy meg kell változtatni az európai uralmi eliteket is, hogy lehetőség szerint minél kevesebb ócska gazember legyen fogadó felületként a birodalomban. Tehát ahhoz, hogy ez a rendszeres, rutinszerűen, e, e, sőt alapértelmezett hazaárulás nem mehessen végbe, még egyszer a magyar nép szellemi állapotának kitűnőnek kell lenni, a magyar uralmi eliteken belül minden áron el kell érni, hogy többségbe kerüljenek vagy legalábbis azok kerüljenek a cselekvési lehetőséghez a irányító pultokhoz, akik rendelkeznek ezekkel a lényeglátó realista, hogy Bibó István mondta, karakterével, és mindent megtenni európai szinten annak érdekében, Orbán Viktor egyébként ezt is felismerte, és a konfliktusai Európával pontosan erről szólnak, hogy ő legalább azt szeretné elérni, hogy a birodalmi fogadó felületen is ne csak ócska korrupt gazemberek legyenek, akik cinikus aljas módon a lehető legkészségesebben el is fogadják a hazáruló felajánkozást. Egy dolgot, mert ezt azért szeretném definiálni, mi is az az óriási kockázat, amit Orbán Viktor 2011 12 től az a hite, amely szerint azt az utat, amit ő választott és hirdet, azért egy nagyon jelentős néptömeg elfogadja. Erről szólt az első békemenet. Az volt a visszaigazolás, hogy végre vagyunk annyian, akik értjük, hogy mi a dörgés? Így, ahogy Na most úgy tűnik, miszka, hogy ez azóta se változott. volt ez, tudjuk, merjük, tesszük. tesszük. Tehát ezt kellett történelmileg elérni, hogy van. ismerjük fel, hogy miről van szó, Valóban legyen bátorságunk cselekedni, volt. és cselekedjünk is, tudjuk, Valóban mérjük, kockázatos tesszük. volt, Lesz. most ugyanez európai szintéren ugye azt jelenti, hogy a következő európai parlamentbe az egyes nációk, akik majd delegálnak, felmerik-e tenni a kérdést az illetőknek, hogy maga szeretne bemenni, aha, értem. És akkor a sorosékkal, meg egyéb ügyekkel hogy állunk? Szabad brigádokba be vagyunk-e iratkozva? Honnét van a jövedelmi? stb. Tehát magyarán szóval le kéne káderezni ezeket az illetőket. 200 nem valahogy úgy, úgy, hogy egyeket bérleteket kérem ellenőrzésre Így van. Nem tudom, hogy ez bekövetkezik-e, valószínűleg egy-két helyen, egy helyen igen. Egy-két helyen igen. Hát én, az, én arra gondoltam bérlet Gyerekek. Nyolc perc maradt, úgyhogy vissza, visszaterelek mindenkit a, a fővájúhoz. Tehát, Amíg. még egyszer rögzítjük. 98 és 2002 között az első Orbán kormány megint rendbe tette azt, amit 94 és 98 között a marha nagy szakértőknek sikerült tökéletesen szétcseszni. 2002-ben... A hajszálnyival is, de ez teljesen mindegy. De a is voltak a ilyen szakértők. Ilyen, Én emlékszem, kormányülésen bizonyos miniszterek azzal biztattak bennünket, hogy 15 kal vezetünk. Emlékszik vissza... Visszajöttek Maga a Visszajöttek a szakértők. <laughs> Visszajöttek a szakértők, méghozzá 8 évre jöttek vissza, és 2010-ben, ahhoz képest, ahogy 2002-ben tőlünk átvették az országot, Rögzítsünk gyorsan egy 2002-es látleletet tehát, ne egy 2010-es látleletet tehát. Hát Államadóság ismét. Csőd, a bocs. Gyakorlatilag Görög, Görögországban egy volt, csőd. voltunk egy szinten. Nevezzük nevén csőd, csőd, államcsőd. Nem adott se drágán, se ócsón senki lóvét az országnak, Igen, ezért nem. el kellett futkorászni az imf 25 milliárd dollárért, ami körülbelül négyszerese annak, mint ami nekünk onnét járt volna pont. Ez egy, Milyen mi államadósággal vettük hát? Százalék, a GDP arányos százalékban? 80, 84, 83. 84, 84, 84. Valahol itt. Oké. Okay. Munkanélküliség? Hát 12 13, 13. Infláció? Hát az 7-8 körül volt. Banki, banki alapkamat? Az, hát 7 és 11 százalék között, és 11 a sárban, közötti sávban, de még, a, még emlékszünk utána a Simornak volt pofája emelgetni, hogy szívassa az új kormány. De 13-ig gyakorlatilag a igen, 7 százalék. És azért csak emlékeztető, mert most imádnak az egészségügyön rugózni, tehát 8 év... A szakértői kormányzás után a szakértőt persze mindig úgy kell érteni, ahogy én gondolom, tehát 8 év rohadt emberek kormányzása után az egészségügyben a következő eredményeket sikerült felmutatni. Volt egy óriási nagyívű Tényleg mindent gyökeresen megváltoztató koncepció, mi szerint zár, a margit zárható, a páncélszekrény, szépek, szépek lesznek a kórházakba, jel. ez volt az, a, ez volt, Ági, vagy hogy hívták, Molnár Ági. Ági. Hordágy Ági. Igen, Hordágy Ági, széfek a kórházakba, vizidi ötlete, becsukták az Opnit, a Margit kórházat. A, Szabadsághegyen volt pofájuk becsukni az, az, összes... az aszmás gyerekeknek Igen, a az központját, az a Molnár Ágika azt bírta mondani, a, a tablettával és, és kell élve, élve, hazament, ez a fantasztikus, azt bírta mondani, hogy ma már nem jó levegővel gyógyítjuk az aszmát. Tablettával. De rohadt állat. Bezárták a Margit kórház, mindent szétszerintettek, ami létezett, majd elegánsan eltartott kis ujjal, távoztak a hatalomból. Így van. Körülbelül ennyi történt. Így van. 2010-ben 2010 megérkeztünk, eltelt 8 év, akkor. Azért év, bocsánat, volt igen. közben egy népszavazás, amire ugye Horn Gábor szellemesen azt választott, hogy nem azt, azt mondták, mondták fel. Tehát szóval azért, e, tehát Mondt ez, ez az egy a lényeges Horn... mozzanat. Éres, tehát, mondta ezt az a Horn Gábor, aki egyébként az sds es Jó, Megmondó ezt. emberként végig végigasszisztálta az, ső, az egészet. Sőt, az Mérmény. egyik legalapvetőbb persze. Csak ez. ugye az SDS és ezeknek igen. a az erkölcsi nagyságához hozzátartozik, hogy amikor látják, hogy szájszélig ér a szó amit ők. ők csináltak, akkor ők egy kicsivel mindig hamarabb itt Szeretik eltartott kisújjal távozni, és úgy csinál, kicsit fintorogni. Hogy... És aki egyébként nem régiben itt a ECHO TV-ben magyarázta éppen, hogy miért annyira jó a bevándorlás. Csak hogy érzékeljük, hát persze, hogy mi játom. Azért mennyire demokratikusak vagyunk, a... hogy itt az ECHO TV-ben lehetőséget csak kezdjük, Egy csak kezdjük a bevándorlást, mintha ennyire jó, akkor tudni, akkor új lipóciába kell kezdeni a bevándorlást, és a Horngábor vigye a feleségét, meg a kislányát közéjük. Jó? Innen induljunk, és akkor megnézzük, és hogy mennyire jó. Egy darabig teszteljünk. És aztán teszteljük, de aztán ott újra megkérdezzük, hogy majd a véleménye. Lipótvárosba teszteljük, sehol máshol, és aztán megkérdezzük őt. A Gabi, a Gabi még egyszer bejön ide, és elmondja, hogy szerintem még mindig olyan marha jó. Az izraeli miniszterelnök érdekes módon uh, szóval talán mintha érzékelni vele, hogy nem feltétlenül tenne jót Izraelnek, hogyha 13 millió ellenőrizetlen iszlámista vándorolna be, pedig a bevándorlás egyébként nagyon jó dolog, csak úgy látszik. Ja, nekik ottan és annyira nem tetszik. Hát eh, már szó arról, hogy körülbelül mi várna, mert ugye van egy ígéret, halmaz, oktatás, nem. egészség, nem. ugye áramlik be a pénz. Ezzel szemben Mielőtt... mi lenne a pénzügyi kötelezettség? Mielőtt ezt elmondod csak rögzítsük két mondatban, hogy 18-ban most az imént vázolt tízes állapotokhoz képest hol tart ma az ország alapkamat, Alapkomat, 0,9 adósság. Infláció. Ezt infláció gyakorlatilag nem Na, nagyon van. Nincs. Persze. Igen. Adósságállomány 70-re, de az IMF-et hazazavartuk ő, és kifizettük. ráadásul így van, sokkal nehezebb feltételek visszavásároltuk, visszavásároltuk, visszavásároltuk az energiaszolgáltató szolgáltató szektort. Igen. A bankok hát felét a gyakorlatilag ez újra ez 50 ot Tehát a nagy hálózatok, tehát energetika, a bank, a 50 százalékban az magyar kézben. Van. 90 ról De még a rábas is visszavásároltuk, meg még a szeúzó is. Igen. Béremel több mint 35 százalék, hogy tömeg volt, persze. ami nem elég, még mindig tudjuk. De és nem okozott inflációt, a... pedig mondták. És nem lett belőle infláció, sem eladósodás, hanem annak ellenére sikerült ezt uh, megcsinálni. Itt tartunk most. Igen, akkor mi lenne? Akkor mi lenne, Két lenne perc. ha hát először is ugye ők el vannak kötelezve ugyanabban az irányba, mint eddig. Először is be kéne hozni azt a tízezer migránst még ez évben azoknak az év hátralévő részébe kb. 60 milliárd forint lenne a költségük, minimum. Következő évbe be kéne hozni hozzájuk még egy olyan 40 ezer családtagot, mert nem lehetünk annyira bunkók. Ez körülbelül együtt 2019-re 500 milliárd több lett. Na most, honnét lehetne ezt elvenni? Két dolog van. Vagy adósodunk, mint a vadállat, ebben meg van gyakorlat, ugye? Ebben jó a praxis. Ebben az. nagyon jó a praxis. Igen. Vagy, Kemény adókat vetünk ki. Ez várható, kedves barátaim. Semmi egyéb nem várható. De meg is mondták, bocsáss meg. Nem. nem. Ez hiát fölemelik azonnal. Nem a jogoszt azonnal... megszüntetik, családi adókedvezményt beszüntetik. Szüntetik. Mit, mit akarsz még? Igen, a bizonyos is vagy. kis részvallomások vannak, de közben öntik a pénzt virtuálisan az egészségügyből, oktatásba öntik. Ha a családi pótlékot Nem az a legegyszerűbb. Virtuálisan bármennyi. Hát, hát Gyurcsány, aki ugye mindig azt mondogatta a nagy szakértői bankárjai, vagy nincs ingyen ebéd, ugye ezt De. kiírták a kémém. Most saját a pofája alá az óriás plakátra kiírja, hogy ingyen lesz a víz, meg a gáz, hát, meg a villany. Hát hogy? én is te lenne ingyen. Ha, mi? hát persze. Mikor mi rezit csökkentettünk, akkor fuldokoltak, hogy ez nincs ingyen ebéd, meg a piac. mit fog szólni a piac? Most Az. egyenesen ingyen fogja adni a flettó. Megjavul a piac is. No, ennyi. Ennyi férben. Magyarán mindenki legyen észnél, hogyha kérhetjük, jó? Mert... Meg menjen el! Meg, meg nem, mert igen, senki ne higgy el, hogy két, meg van két nyerve. harmaddal vezetünk, akkor meg van megnyerve, ha nem. mindenki el. el, kell menni. menni már hogyha azoknak legalább, akik szeretnének egy továbbra is egy működő és ebben a kulturális szövetben létező országot. Stabil országot lező. vagy káoszt, ezt kell dönteni. Vagy fletót, vagy széldettit, vagy vonagabit. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jövő héten már okosabban leszünk. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, nem sokára híradó, úgyhogy messzire nem menjenek, velünk pedig jövő héten a szokott időben találkoznak. Viszontlátásra! 以后 <music>